Mannó Miltiádész sportpolihisztor volt, az 1880-ban született grafikus és szobrászművész ugyanis kiváló eredményeket hozott kerékpárban, fociban, evezésben és gyorskorcsolyában. 1912-ben a stockholmi olimpiai játékokon a magyar 8-as evezős csapat tagja volt. 1903-ban Krisztiániában második helyezést ért el az Európa-bajnokságon, bronzérmet nyert a szentpétervári világbajnokságon gyorskorcsolyában, úgy, hogy előtte egy évvel ismerkedett meg ezzel a sporttal. Mannó Miltiádész 1905-től Münchenben a Képzőművészeti Akadémián tanult. Több hazai lap karikatúristájaként dolgozott. Életéből és munkáiból a Görög Nemzetiségi Önkormányzat kiállítást szervezett. A tárlat Glükajsz Gyula kétszeres olimpiai bajnok kartvívónak is emléket állít. Ez a két sportoló, művész, hogy nevezhetnénk így, ettől érdekesek, hogy a 1900-es évek elején nem csak a sportban értek el nagyon komoly eredményeket, hanem a művészetben is. Milyen művek láthatók a falakon? A falakon olyan tulajdonképpen plakátokat láthatunk, amit a Miltiádész megrendelése készített, és az érdekessége az az egésznek, hogy nem csak a plakátokat, hanem szobrokat is csinált. Többek között a birkózók, amit látunk későbbiek folyamán, Los Angelesben 1932-ben a művészeti kiállítása a második eredményt ért el vele. Többek között, és nem csak ezeket csinált, hanem érméket csináltak, például a Magyar Labdarúgó Szövetségnek is az érméjét ő csinálta, Mannó Miltiádész. Mikor alkotott ő, és mikor sportolt? Esetleg egy időben? Egy időben voltunk mind a két. Az érdekesség az, hogy az életük tulajdonképpen 60-62 évnél már megállt. Miltiádész 1879-ben született, a Glikát még 1893 körül, tehát ezt az időszakot öleli föl körülbelül az 1930-as éveig. Glikász 1945-ben halt meg. Ez egy sorozat tulajdonképpen. Tavaly csináltunk a Köszönjük Magyarországot, amivel a második diaszpora, tehát a polgárháborús múltat dolgoztuk föl képekbe, mint könyvekbe. Utána most Mannó Miltiádész, aki a sport és a művészet, meg a Glikászban mutattam az eredményeket, a görögök, és lesz augusztus 2-án ugye a közös kiállítás a Kondor Béla közös jelzőből. Aranyemberek nyomában szintén a görögök a 17-19 században mutatták meg a tehetségeket az építészetben itt Magyarországon. Tehát magyarul az a lényeg az egésznek, hogy a görög kultúra nem csak a gasztronómiáról szól, és ezt szerettem volna valahogy szép fokozatosan bemutatni a magyar érdeklődőknek. A kiállítást az Aranyemberek nyomában címmel a Kondor Béla Közösségi Házban is megszervezik augusztus 2-ától szeptember 1-jéig. A megnyitón görög gasztronómiai bemutatóval várják a vendégeket.